A Kristály Éjszaka központilag megtervezett és irányított országos zsidó ellenes erőszakhullám volt a náci Németországban 1938. november 9-én és 10-én. Ma este a karcagi zsinagógánál az ablakok kivilágításával emlékezünk a borzalomra. Csillag Barnabással, a zsidó hitközség karcagi vezetőjével beszélgetünk. Miről szeretné tájékoztatni nézőinket? Üdvözlöm a nézőket! Karcagi zsidó hitközség az életmenete felkérésére csatlakozik egy nagyszabású nemzetközi kezdeményezéshez. A zsinagóga épületét ki fogjuk világítani hétfőn este 6 órától a Kristály Éjszaka évfordulójának tiszteletére. 1938. november 9-én és 10-én, 82 évvel ezelőtt a Kristály Éjszakán egy központilag megtervezett és irányított országos zsidóellenes erőszakhullám volt a náci Németország területén. Az akcióra ürügykét egy Franciaországban szolgáló német diplomata meggyilkolása szolgált. A zavargások során több tucat zsidót megöltek, zsinagógákat és zsidóüzletek százait rombolták le, gyújtották fel, de a rendőrség akkor nem avatkozott az eseményekbe. A Kristály Éjszaka nevét a betört kirakatokról szerte hulló szilánkokról kapta. Ez 1938. júliusa és októbere között számos olyan rendelkezés született, amelye a zsidó vagyonok kisajátítását szolgálta. A rendelkezésre tehát előbb került sor, mint ahogy a Kristály Éjszaka megtörtént volna. A karcagi zsidó hitközség csatlakozott ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez, a zsinagóga épület kivilágításához. A Kristály Éjszaka fényei az égigérő zsidó üzletek és zsinagógák fényei voltak, a pusztító barbarizmust hirdették, a pusztítást az építés felett. Néhány évvel később pedig megkezdődött ugye a holokauszt borzalma, tehát a Kristály Éjszaka fényei mondhatjuk baljós jelzőfények voltak. Úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje annak, hogy mi, az európai zsidóság maradéka, visszavegyük újra a reménykedés, a felvilágosodás és az összetartozás szimbólumává váló fényt. Ezért kéri tőlünk is a nemzetközi életmenete, hogy csatlakozzunk ahhoz a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek során a Kristály Éjszaka évfordulóján fénybe borulnak a zsinagógák épületei, mementóként és reményként. A fény utat mutat, biztató jövő ígéretét. Az eltelt évtizedek alatt 5-6 generáció is felnőtt, akiket meg kell tanítani arra, ami egyre inkább a távoli történelem része lesz számukra és gyermekeik számára. Tovább kell adnunk emlékeiket, és fontos, hogy jó kezekbe kerüljenek. Nemzetközi emlékező akció, amelyben részt kívánunk venni, a fény visszavételét célozza. Kérem a karcagi lakosokat, hogy aki szeretne ebbe a kezdeményezésbe részt venni, az hétfő este 6 óra után sétáljon el a karcagi zsinagóga épülete mellett, nézze meg a csodálatosan kivilágított üvegablakokat, és emlékezzünk együtt közösen, de az emlékezés alatt is tartsuk be a Covid előírásokat.